Hát őt azt gondolom, nem lehet egy nagy körmondatban sem meghatározni, mert ő egy olyan csodálatos lény és olyan csodálatos ember, és művészember és magánember is, akivel már az nagy ajándék az életnek, ha egy közegben lehet, egy levegőt szívhat vele. Olyan fantasztikus életút van mögötte, ami egyszerűen csodálatos, és azt gondolom, hogy ebben a mai világunkban, vagy a mostani világunkban egyszerűen kis gyémánt az, amit ő képvisel. Második otthon is lehet egy színház, de hogy második szülőfalu, az biztos. Tehát az, hogy amikor először fölültem az 55-ös villamosra, hogy jövök is a Fodor Imrével, megbeszélem, ugye, mert azt mondta, hogy szerződtetni fog engem. És jöttem, és vastelepek, és ilyen haszon vas, akkor ilyen bontott tégla, olyasmi, hogy mondom, hát hogy lesz ebből színház? Mentem Újpest felé, és akkor egyszer csak így jobb kéz felől egy nagy épület, de arra meg ki volt írva, hogy pártház. És a pártháznak volt egy kultúrterme, és az nem hasonlított. Akkor egy kultúrteremre hasonlított, de színházra nem. És akkor a Fodor Imre, világ egyik legjobb színházigazgatója, addig intézte a dolgokat, amíg egyszer csak emelt lesz a nézőtér, páholyok lettek, és a közönség egy színházba lépett be. Csuda, ez nagyon kevés színész éli át, hogy a semmiből, vannak, akik istállóba kezdték, de aztán valahol egy nagy színházba folytatták. De ez itt egy picike kis kultúrházba, egy kultúrterembe napról napra szinte színházzá vált. Gyönyörű. A kollégák volt a legaranyosabb, meg volt a Kaktuszvilága, amiben még fürdőnadrágban játszottam. És ott volt egy nagyon jó sztori, mert volt egy jelenet, és megkínáltam cigarettával, és azt mondta, hogy én csak zsitánt szívok. Vettem neki egy doboz zsitánt. De mondom, ez az. És kénytelen volt elszívni. Az nagyon erős cigaretta. A nemzet, amelynek színésze, ma is csak a töretlen lendületet látja. A jól ismert hang mindannyiunk régi barátja, épp úgy, mint a belőle áradó, változatlan játszókedv. Isten éltesse, tartsa meg így köztünk jó egészségben, és persze a színházban, ahol Vörös Sándor szerint tünemények suhognak, a színek fémessé szépülnek, és szavakból paloták épülnek. Születésnapja alkalmából még további, sok örömöt adó, építő, szépítő játékot kívánok. Áder János. Azokat az értékeket is, amivel, és amiket én szeretnék, hogyha itt ebben a színházban erőteljesen mutatni tudnánk a nézőinknek azzal, hogy mind rendelkezik. És azt gondolom, hogy őt, mint magánembert és művészembert nem nagyon lehet ketté választani, hisz mint közéleti személyiség is, és mint művészember is, szerintem fantasztikus. Tehát úgy kerek egész az ő egész élete, ahogy van, és azt gondolom, hogy a mostani gyerekeknek ugyanolyan nagy örömet tud szerezni, mint az idős generációnak, hisz még az én gyerekeim is az ő hangján aludtak el, és az ő hangját hallva gyúlt mosoly az arcukra, és a mieinkre is. Drága Gyuszi, boldog születésnapot kívánok. Ne haragudj, hogy neglizsében adtam át neked a bort az előadás végén, de sajnos nem volt más választásom, éppen a haláltorkából menekültem meg. Nagyon szeretlek, és nagyon felnézek rád, nagyon boldog születésnapot kívánok. Örülök, hogy veled játszhattam. Fantasztikus a jelenléte, és a próbák alatt ugyanúgy, mint az előadáson, szóval egyszerűen olyan kisugárzása van, és olyan jó vele együtt lenni a színpadon, vagy akár egy próbán, annyit ad energiában, és annyira vevő mindenre, és annyira fantasztikus a létezése, hogy ez csupa öröm.
Hát nézd, ő mindent tud, tehát ő a régi mesterek, vagy a sértődjön meg, de a bölények közül. Tehát amikor az ember bejön, és akkor én Agárdiról hallottam ezt, és azt hiszem, hogy ő rá is igaz, hogyha bejön, akkor akárki van a színpadon, csak ő rá lehet figyelni. Tehát fogja a figyelmet, picivel, finoman, de pontosan tudja, hogy mire gondol a néző, és viszi, vezeti a nézőt. Miskolc Tapolcán csináltunk egy vígjátékot, amit ő rendezett. Úgyhogy nekem a rendezés volt az első, tehát mint rendezésben találkoztam a Gyulával először. Hát egy tündér, egy édes, egy... Nem is tudom, csak a legjobbakat tudom mondani. Jó hangulatot teremt, jó szituációkat, imádni vele, együtt lenni. Az egészet feloldja, mindenki feloldódik. Tehát tényleg olyan, mint a színpadon a szerepeiben, ugyanolyan rendezőnek is. Csodálatos. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet. Hogy lehess enyhet adó forrás a szeretetre a szomjazóknak, és legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldáshozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen ki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Én azt egy áldásnak tartom, hogy az élet összehozott vele. Azt pedig úgy gondolom, hogy ennek a színháznak, a József Attila Színháznak, ő nem csak örökös tagja, hanem örökös igazgatója, rendezője, színésze. Nélküle a József Attila Színház nem színház. Bár nem tagja ma már ennek a társaságnak, bár én azt gondolom, hogy mégis a tagja, hisz örökös tag, és minden évben valamilyen feladattal megörvendeztet bennünket. Úgyhogy... Nagy ajándékának tartom az életnek, hogy vele találkozhattam, és hogy itt vagyok. És nem csak én, mert azt gondolom, hogy a fiatal kollégáinknak, akik ebben a színházban vannak, vagy akikkel ő találkozik, nagyon nagy élmény és nagy tanulság az ő élete. Ameddig ti jártok színházba, és amíg mi még tudunk itt mozogni, addig a jó Isten éltesse mindenkit.